A Misztrál együttes megzenésítéseinek forrása a magyar népzenei hagyomány, amelyet gyakran ötvöznek a ma divatos világzenei irányzatokkal is. Dalaik egyre inkább önálló minőséget, sajátos Misztrál hangzást hordoznak. A kimagasló vokális képességű, számos akusztikus hangszert megszólaltató együttes tagjai különböző zenei érdeklődésűek. Ez az indítatásbeli színesség, az ősiséget idéző motívumoktól a kortárs hangzású elemek alkalmazásáig terjed. Mindenkit szeretettel köszöntünk, mi vagyunk a Misztrál együttes, klasszikus és kortárs költők verseit hoztuk ma ide. Elsőként Ady Endre verse következik. Nem fogunk a néhány dal között beszélni, ezért elmondanám, hogy Ady Endre verse mellett Babits Mihály, Nacsinák Gergely és Gyida Jenő költeményei hangoznak el. Elsőként Ady Endre, Kocsi út az éjszakában. Milyen csonka ma a hold, az éj milyen sivatag néma, milyen szomorú vagyok én ma, milyen csonka ma a hold. Milyen csonka ma a hold, minden egész eltörött, minden láng csak részekben lobban, minden szerelem darabokban, minden egész eltörött, milyen csonka ma a hold, fut velem egy rossz szekér, utána mintha jaj szó szállna, félig mély csönd és félig lárma, fut velem egy rossz szekér, milyen csonka ma a hold, minden egész eltörött.
20 lemez címe, a Csíkszerda, amit én az előbb Csíkszeredának neveztem véletlen. Mit akar ez? Az első 20 évünkből válogattunk dalokat, és Vedres Csaba zeneszerzővel irattunk hozzá kórusművet. És az Csíkszerda, ő egy vegyes kar, aki azért Csíkszerda, mert Csíkosban lépnek fel, és Szerdán van általában a próbájuk. Ezért Csíkszerda együttes. Nagyon jó. És Vedres Csaba írt hozzá kórusműveket, és ezt ebben a 70 tagú kórussal énekeltük meg kétszer a MOM-ban, két teltházas koncertet adtunk, és ebből a felvételből készült mind film, koncertfilm, mind lemez. Az év elején, még mielőtt elindult ez az őrület, kint voltunk Nagyváradon, egy hétig összeköltöztünk egy helyre, a Posztikumba, és reggeltől estig zenéltünk, és írtuk a dalokat. És ott készült a Facebook oldalatokra az a kép arról az ablakról. Láttam, pontosan. És fel is ismertem, hogy Posztikum, mert én meg ott jártam egyetemre. Yeah! Millió összekapcsolódás. És arra gondoltam, hogy nem, ez biztos nem lehet a Posztikum, de máshol is van ilyen ablak. Nincs. De az egy tényleg egy nagyon jó hely az elvonulásra. Az nagyon jó. És mikor jön ki a lemez? Hát, ha jó Isten is úgy akarja ebben az évben. Aha. Ebben az évben szeretnénk és ezt megjelentetni. És terveztek valami nagy lemezbemutató csinnadrattát? Hát az együtteseknek ez egy nagyon fontos dolog, amikor megszületik egy újabb, idézőjelbe vett gyermek, akkor azt meg tudjuk keresztelő, meg legyen tartva, és meghívjuk a barátokat, ismerősöket. Igen, szeretnénk egy nagy koncertet csinálni. A helyszín még kérdéses, de biztos, hogy meg lesz. Mondjuk lehet, hogy egy ilyen momos hangulat, vagy ti ragaszkodtok ehhez az ülős, ilyen kicsit ilyen fenkölt, megszervezett ünnepléshez? Jó kérdés. Én mi azt szeretjük, hogyha ez vegyes. Hogyha van olyan része is, hogyha lehet táncolni, és megvan a része annak is, aki ülni szeretné, és úgy szeretné élvezni a verseket, és valaki meg bulizni szeretne rá, akkor ez így a legjobb, hogy ezt össze tudjuk hozni. A MOM-ban talán meg is van erre a lehetőség. Lehet sűjeszteni, meg emelni a nézőteret. Meg akár táncolás nyugodtan, is működik a MOM-ban, bármikor. Itt az előbb feljött egy személyes sztori, ami szerintem egyébként abszolút belefér ebbe az interjúba, és mondjuk is el, hogy nagyon megörültél annak a hírnak, hogy én elmondtam, hogy most a 15-től kinyitják a román-magyar határt, igen, és lehet újra menni. Igen. És mesélted, hogy neked én lakám van egy házad, ahová nagyon-nagyon boldogan mész vissza. Szerintem meséld el nekünk ezt a sztorit, hogy ez hogy jött. Hát, én lakart egy székelyföldi falu. Székelyföldi falu, udvarhelyszékhez közel. Nem messze, már nem Sóvidékhez tartozik, de ugye, de neked nem kell mondjam. És hát az volt, hogy Csíkba jártam nagyon sokat, és van ott egy nagyon jó barátom, egy festőművész, és azt mondta, hogy na, figyelj, elviszlek téged egy helyre, és mutatok neked egy házat. Jó. És akkor elvitt engem én lakára, megláttam a házat, beleszerettem, és úgy gondoltam, hogy de tudod, ez a szerelem első látása, amikor meglátsz valamit, és úgy megüt. Aha. Ezt már több mint 5 éve, és akkor újítjuk fel a házat, a csűrt, hogy megmaradjon minden a régibe, szépen a kertet, az életet rakjuk rendbe, barátokkal, családdal, és így, és örülök, mert most már a búrján akkor lesz, hogy 2 napig csak kaszálni fogok, de nem baj, nagyon várom. Igen, és mit ad neked Dél-Laka egyébként, vagy Erdély, Székelyföld? Mit ad, amit itt nem találsz meg? Hát, ez jó kérdés, megmondom neked, talán azt a nyugalmat, és azt a nyitottságot az ősök felé, amit itt mostanában erre nehezebben lehet megtalálni. Ott az emberek még mindig közelebb vannak a földhöz, és közelebb érzik magukat a teremtett világhoz, mint itt akik itt élünk ebben a őrületben. Mert, és jobban tudnak kapcsolódni, és ezáltal sokkal kiegyensúlyozottabb tudnak lenni, ha tényleg hagyják hatni ezt a dolgot, ez hatás, kölcsönhatás, egymásra hatás, és akkor úgy le tudsz ülni normálisan beszélgetni, és úgy csak nézni egymást, és csak úgy lenni. Ó, most ettől nekem is nagyon homágyam lett egyébként. Ez igen, tényleg nagyon hiány. Nagyon remélem, hogy mi egyszer összefutunk szépen. Legyen úgy, találkozunk. Nagyon köszönjük, hogy eljöttetek ide. Mi köszönjük, nagyon-nagyon köszönjük, hogy nagyon itt lehettünk. Nagyon várjuk a híreket az új lemezzel kapcsolatban. Mindenképp keressetek, és megtesszük. Találkozunk újra. Köszönjük szépen.
Ebben volt éves pókhálós vén, terem zugában álmodó középkori barát, ki lemosdott a rég a földi vád sarát, s már félig fennlebeg a tiszta éteren. Ül roppant asztalánál, mely könyvekkel teli, s a nagybetűk közébe kis képecskéket ékel. Madonnát fest örökké, arannyal s égi kékkel, míg nem szelíd mosolyjal lelkét kileheli. Úgy szeretnélek én is lámpásom esteli halavány fénye mellett megörökítni, drága arany és kék szavakkal csak téged festeni, míg ujjam el nem szárad, mint romló fának ága, s le nem lankad fejem a béke isteni ölébe. Én szerelmem, világ legszebb virág. Lámpásom esteli halavány fénye mellett megörökítni, drága arany és kék szavakkal csak téged festeni, míg ujjam el nem szárad, mint romló fának ága, s le nem lankad fejem a béke isteni ölébe. Én szerelmem világ legszebb virága. Úgy szeretnélek és lámpásom esteli halavány fénye mellett megörökítni, drága arany és kék szavakkal csak téged festeni, míg ujjam el nem szárad, mint romló fának ága, s le nem lankad fejem a béke isteni ölébe. Én szerelmem világ legszebb virága. És kék szavakkal csak téged festeni, míg ujjam el nem szárad, mint romló fának ága, s le nem lankad fejem a béke isteni ölébe. Én szerelmem világ legszebb virága. Köszönjük, köszönjük.
otthon a világban. A világ lelt otthonra bennünk. Vírus képében miként mi, akik folyvást megállíthatatlan terjedünk. Most megállj van. Nyüzsgés viszont nyüzsög, most megállj van. Már látni, hol a küszöb. Ismer határt, de rajtad kívül. Most várni kell kicsit, tűnődni egymáson, amíg a lázas föld kihűl. Most megállj van, most megállj van. A nyüzsgés viszont nyüzsög, most megállj van. Most megállj van. Már látjuk, hol a küszöb. Nyüzsgés viszont nyüzsög, most megállj van, most megállj van. Már tudjuk, hol a küszöb. Köszönjük szépen! Ez egy nagyon új dal volt, konkrétan ez volt a premierje, ez a karantén alatt született, a következő Ady Endre lesz. Idegen arcokat nézek, arcom ilyetten földre vágom. Ó Istenem, mennyi más arc van, mennyi más arc van a világon. Mennyi borús szem néz szemembe, mennyi homlok sápad rám némán. Mennyi vádló álom és rejtély, mennyi nagy szomorúság néz rám. Mennyi vád terpet minden arcom, vágya letűnt sövő időnek. Mint láncos rab félve bűnbánom,
csak föl-föl nézve nézem őket. Valaha minden arc magáért vívott egy szörnyűséges harcot, s állanak rabellenekként egymással szemben most az arcok. És emlékeznek, hogy egykor egymással csatáztak, de ott ég minden ember arcon látatlanul kudarc gyalázat, s minden arcot, idegen arcot, midőn elfog a titkos emlék, legalább egyszer földerít. Megragyogtatni, de szeretnék minden arcot, idegen arcot, minőn elfog a titkos emlék, legalább egyszer földeríti. Megragyogtatni, de szeretnék minden arcot, idegen arcot, minőn elfog a titkos emlék, csak egy kis méhez szállt lelkembe,
sajogő néned csak egy kis méhez szállt lelkembe. S újra zeng lelkem, zsong, mintha örök hangszer lenne. Mosolyogni néned csak egy kis méhez szállt lelkembe, s újra zeng lelkem, zsong, mintha örök hangszer lenne. Egy kicsi méh meg beszorult valahogy a szobába, s az egész szoba most zeng, mint egy zsongó zeneláda. Szeretnék sírni, olyan szép minden korholy bátya. Miért veszett bangó figyelmem annyi csúnyaságra? Mosolyogni néned csak egy kis méhez szállt lelkembe, s újra zeng lelkem, zsong, mintha örök hangszer lenne. Mosolyogni egy kis méhez szállt lelkembe, s újra zeng lelkem, csong, mintha örök hangszer lenne. Show up!